Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit innen a Kaposvári Evangélikus templomból. A most következő istentiszteleten 8 fiatal tesz vallást hitéről és bizonyságot arról, hogy szeretne az evangélikus egyházhoz tartozni. Kérem önöket, hogy kísérjék őket figyelemmel, imádkozzanak azért, hogy mindaz, ami meggyökerezett bennük, az tovább tudjon fejlődni és gyümölcsöt tudjon teremni. Pünkösd napján nem köszönhetek másképpen, mint azzal, jövel Szentlélek Úristen! Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Imádkozzunk! Szentlélek Isten, légy áldott, hogy eljöttél és munkálkodol ebben a világban. Te építetted az egyházat. Az apostolok által szóltak és cselekedtek, és ahol hangzik az ige, ott általad hangzik. Te ébresz hitet, te hívod és te gyűjtöd a híveket Jézushoz. Szentlélek Isten, jöjj hozzánk is, és nyisd meg szemünket, fülünket, világosítsd értelmünket. Teremts bennünk új életet, hadd legyünk általad az emberek között a vigasztalás, a békesség és az öröm áldott munkásai. Jöjj, Szentlélek Isten! Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve a 244-es számú ének első két versét énekeljük el. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk pünkösd ünnepére igehirdetési igeként rendelt, megírva találjuk János evangéliumában a 14. fejezetben a 25. verstől a következőképpen. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta, keljetek fel, menjünk el innen. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, bármennyire is furcsa lesz a prédikációm első mondata, de hadd mondjam el nektek, amit érzek ennek az igének a kapcsán. Azt érzem, hogy Jézusnak fontosak voltak a tanítványai, és fontosak vagyunk mi is. És hogy miért érdekes ez pünköskor ezzel kezdeni az ige hirdetést, mert pünkösd a Szentléleknek az ünnepe. De akkor miért beszél Jézusról a lelkész?
Hát azért, testvérek, mert Jézus felénk mutatott szeretetének legcsodálatosabb megnyilvánulása a Szentlélek. Mert miért küldi el az Úr a Szent Lelket? Miért mondja azt a tanítványoknak, hogy el fogom nektek küldeni? Hát azért, testvérek, mert Jézus szereti az övéit. Szereti az övéit, és ez azt jelenti, hogy ismeri is őket. És mivel ismeri az övéit, ezért tudja jól, hogy mennyire rá vannak szorulva az Isten lelkére. Mennyire nem tudnak enélkül a lélek nélkül az Istenben bízni. És testvérek, így vagyunk ezzel mi is. És ezért fontos újra és újra Pünkösd ünnepén összeülni, és a Szentlélekre emlékezni, és a Szentlélek csodáját ünnepelni. Mert fölhívja ez az ünnep a figyelmünket arra, hogy milyen erőtlenek is vagyunk a lélek nélkül. És Isten lelke az, aki mozdít minket. De nézzük is meg, hogy valóban így van-e. És engedjétek meg, hogy én most a tanítványok életén keresztül mutassam nektek azt, hogy milyen érték, erő is az a Szentlélek, akit Jézus elküld a tanítványoknak. Mert hogyha ránézünk a tanítványi seregre, arra a 12-re, akiről a konfirmandusok is a konfirmációi órákon most sokat hallottak és tanultak, ha ránézünk erre a 12 emberre, akkor látszólag azt mondhatjuk, hogy ezek kész emberek. Ezek ott vannak Jézus mellett, ezek hisznek Jézusban, követik az Istent, minden rendben van. Ilyennek kell lenni egy keresztény embernek. De hogyha belenézünk a Biblia mélyébe, és megnézzük valóban, hogyan állnak ott Jézus előtt ezek a tanítványok, akkor rájövünk arra, hogy mennyire is gyengék, mennyire elesettek, és mennyire nem is tudnak Jézus nélkül élni. Hiszen azt látjuk, lépten nyomon a Bibliában, hogy amíg Jézus tanít, és ők követik Jézust, attól még ő nekik kevés az erejük, kevés a tudásuk, kevés a szeretetük. Márpedig ez a három dolog, az erő, a tudás és a szeretet elengedhetetlen a keresztény ember életében. Pont az igénk előtt van az a történet a Bibliában, amikor Péter odaáll Jézus elé, és azt mondja Jézusnak, hogy én még a halálba is veled mennék, hogy én bármit megtennék, érted? Milyenek a tanítványok, mint mi? Azt gondolják magukról, hogy kész vannak, hogy őnekik minden megy már. Olyanok, mint az a gyermek, aki ott van az apai ölelésben, és akkor azt gondolja, hogy övé a világ. De amikor az apa elmegy, elhagyja őt egy pár pillanatra, akkor azon nyomban könnybe lábad a szeme, mert rájön arra, hogy az apai ölelés nélkül elveszett ő. Péter is, amikor ott van Jézus mellett, milyen bátran mondja, én veled mennék a sírba is, én mindent megtennék, de amikor Jézus elmegy, a halálba megy, amikor ott hagyja a tanítványokat egy pillanatra is, akkor Péter háromszor tagadja meg a mestert. Testvérek, ezért mondom, kevés az ereje a tanítványoknak, akkor, amikor Jézussal vannak. És Jézus, mint jó mester, mint jó szülő, tudja jól, hogy ezek a tanítványok még nincsenek készen. Ezeknek a tanítványoknak szüksége van a Szentlélek erejére, hogy meg tudjanak állni a hitben, a kísértésben, a próbák tengerében. És ezért mondja, elküldöm a pártfogót, el fogom küldeni. Aztán kevés a tudásuk, mondtam előbb, és hadd világítsak erre is rá egy történettel. Ha megnézzük a Bibliát, a tanítványokat, hányszor és hányszor történik meg az, hogy Jézus beszél nekik, hogy Jézus mondja nekik az örömhírt, hogy Jézus elmondja nekik, hogy mit fog történni. És ők nem értik
a Mester szavát. Nem értik azt, hogy a Mester mit is akar nekik mondani. Milyen érdekes, amikor ott vannak mennybe menetel napján, Jézus elmegy közülük, és elmondja az utolsó mondatait a földi világban, akkor mit válaszolnak a tanítványok? Hát nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Az utolsó pillanatban sem értenek még mindent ezek a tanítványok, akik ott voltak Jézus mellett, és azt kérdezik, hova mész? Hát itt a földi világ, hát miért nem itt leszel király? Miért nem közöttünk leszel és maradsz? Nem értik Jézusnak az igazi lényegét, hogy ő azért halt meg a kereszten, hogy a földi világunk után, a földi életünk után is legyen reménységünk és életünk, testvérek. A tanítványok még ott Jézus utolsó mondatai között sem értenek semmit. És ezért mondja Jézus, el fogom küldeni a pártfogót, el fogom küldeni a Szent Lelket, mert azt akarom, hogy értsétek, amit mondok. És ő ebben fog nektek segíteni, mert egyedül képtelenek vagytok megérteni azt, amit tanítani akarok nektek. És végül, mint utolsó gondolat, azt mondja Jézus, kevés a szeretet bennetek. Sosem felejtem el, amikor először találkoztam avval a történettel a Bibliában, amikor Zebedeus fiainak az édes anyja odaáll Jézus elé. Talán ismeritek pár ezt a történetet. És azt kéri ez az édes anya, hogy a két fia hadd legyen ott Jézus mellett a paradicsomban, Jézus jobb és bal keze felől. És látszólag az édesanya kérése az egy szeretet gyakorlás. Ő azt akarja, hogy a gyermekeinek jobb legyen. De Jézus nem csak erre akarja fölhívni a figyelmet. Sőt, azt mondja Jézus, ne csak a tieidért aggódj. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd fele barátodat is, mint magadat. Ne csak saját magaddal törődj, törődj a másikkal is, törődj a testvérrel is, törődj azzal, aki talán távol áll tőled, mert akkor leszel igazi keresztjén. Mert a sajátjaival mindenki törődik ebben a világban. De ha akár a fele barátoddal, vagy az ellenségeddel tudsz törődni, akkor válsz Jézus tanítványává. És mennyire nehéz ez is. Mennyire nem megy ez sem a tanítványoknak. De hadd konkretizáljam a dolgot, testvérek, nem csak a távoli múltbarról szeretnék beszélni nektek, hanem a jelenről is. Mert ezek a dolgok, az erő, a tudás, a szeretet nem csak a 12 tanítványból hiányzott, hanem hiányzik belőlünk is. Amikor gyengének érezzük magunkat, amikor nem tudunk eljönni a templomba, mert úgy érezzük, hogy nem kell nekünk ez, nem akarunk az Istennel találkozni, nem értjük az egészet, és nem tudunk szeretni, akkor tulajdonképpen arra kell rádöbbennünk, hogy Jézus nekünk is el akarja küldeni a Szentlélek erejét. És tulajdonképpen érted és értem adja és ígéri. Azért, hogy te is kapjál erőt az életed nehézségeiben, az életed csüggett helyzeteiben, a hited próbáiban. Te is kapj erőt a Szentlélektől, hogy tudj tovább menni. És Jézus neked is ígéri a Szentlélget, hogy a tudás, amit szerzel, amit tudsz az Istenről, az egy egységgé váljon, az élővé váljon benned. És a szeretet, amit oly sokszor hangoztatunk, az valósággá legyen a te életedben is. És ha megnézzük a pünkösdi történetet, akkor azt látjuk, hogy ott ülnek a zárt szobában a tanítványok, rettegnek,
félnek, attól tartanak, hogy előbb vagy utóbb elkapják őket is, és elérkezik az Isten lelke, ahogyan Jézus ígérte, és egyszer csak erőt kapnak, kimennek, elkezdenek beszélni Jézusról, egyszer csak megértik azt, ami Jézus valójában, és ennek a tudásnak az eredményeként 3000 ember megkeresztelkedik. És azt írja a Biblia, hogy egyszer csak megértik azt is, hogy hogyan kell szeretni, és szétosztják, amiük van, és közösségben együtt vannak, egyre egymásra figyelnek. Sőt, a Biblia hozzáteszi, figyelnek az árvákra, figyelnek az özvegyekre, figyelnek azokra, akik elesettek közöttük. Ezt végzi a Szentlélek, testvérek. Erőt ad, tudást ad, és a szeretetet, az igazi szeretetet megmutatja számunkra. Ezért ne nézzük le ezt a csodás isteni szemét, ne nézzük le, hanem imádkozzunk szüntelenül azért, hogy a Szentlélek a mi életünkbe is elérkezzen, a mi életünkben is valósággá legyen, hogy mi is értsünk, hogy mi is lehessünk erősek, és mi is tudjunk úgy szeretni, ahogyan azt Jézus várja tőlünk. Jövel, Szentlélek, Úristen! Amen. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, tudjuk azt, hogy a Szent Lelket neked köszönhetjük. Te vagy az, aki láttad a gyengeségeinket, az erőtlenségeinket, és kérted az Atyát, hogy küldje el ide a földi világba. Hálásak vagyunk érte. És azt kérjük, Úrunk, hogy hadd legyen valósággá az életünkben ez az erő. Hadd élhessük meg azt a csodát, hogy megértjük a te igazi örömhíredet, és tudunk erről bizonyságot tenni szerte az egész világon. Arra kérünk, Úrunk, hogy te formálj, te bátoríts, te változtass minket, hogy olyanokká válhassunk Szent Lelked által, amilyennek látni akarsz minket. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk! Szerető mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezeket a konfirmandusokat mindeddig védted és őrizted kegyelmeddel, és megismertetted velük egyszülött fiadat, a mi Urunkat és megváltónkat. Kérünk, ne vonj meg tőlük áldásodat ma sem, hanem tekints rájuk kegyelmesen, és add nekik szent lelkedet, hogy növekedjenek az igazság ismeretében,
és megálljanak a hitben mindvégig, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves konfirmandusok, elérkezett az idő, hogy most rátok figyeljünk, és rátok tekintsünk, és engedjétek meg, hogy a konfirmációi istentiszteletem ebben a részben pár mondatban hadd beszéljek most személyesen hozzátok. Egy igét is hoztam nektek, Máté evangéliumából hallgassuk meg az 5. fejezet 8. versét a következőképpen. Boldogok, akiknek a szíve tiszta, mert ők Istent meglátják. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, kedves konfirmandusok, nem véletlenül választottam ezt az igét nektek, konfirmációtokra. Boldogok, akiknek a szíve tiszta, mert én amikor rátok tekintek, végignézek rajtatok, akkor tiszta szívű gyermekeket látok. És azt gondolom, hogy szüleitek, nagyszüleitek megtettek mindent, amit meg kellett tenniük az elmúlt években, hogy ti olyan gyermekekké legyetek, és aztán olyan felnőttekké váljatok, akik értékes felnőttek. Boldogok, akiknek a szíve tiszta, és most noha izgultok, és egy kicsit komolyak vagytok, de azért ti boldogok szoktatok lenni az esetek többségében, és talán azért most is boldogok vagytok, hogy itt lehettek, és most minden figyelem rátok szegeződik. Az arcotokon még csak egy picit látom, de már kezdődik alakulni ez a boldogság. A boldogság egy fontos dolog, de még fontosabb az, amiről ez az ige beszél, hogy az az ember, aki az Istent szereti, az az ember, akinek a tiszta a szíve, az valami olyan csodát élhet meg, amelyek csak kevesen megláthatják az Istent. És talán ti is a konfirmációi oktatáson apró pár momentum erejéig, de találkoztatok az Istennel. Találkoztatok azzal az Úrral, aki megteremtett titeket, aki családba helyezett el, aki a keresztség szentségében megajándékozott titeket az ő atyai szeretetével, és milyen érdekes és izgalmas, hogy ezt a keresztséget Réka és Nárcisz az elmúlt hetekben élhette át a keresztség szentségét. Tehát ezzel az élő Istennel találkozhattatok most ebben az évben ti is. És arra bátorítalak titeket, hogy ne engedjétek, hogy a világ teljesen elhatároljon titeket az Úristen szeretetétől, és a szíveteket bekoszolja, hanem őrizzétek meg ezt az értéket, ami nektek van. Legyetek tiszta szívűek, mert az Istent láthatja meg az, akinek ilyen a szíve. Amikor most végig tekintek rajtatok, mindannyiótoknak tudom a történetét, és egy kicsit szomorú is vagyok, mert hiányozni fogtok nekünk szerdánként, amikor összegyűltünk, amikor nagy lendülettel az iskola után bevágottatok a lelkészi hivatalba, és egyszerre mondtátok 8-féle dolgot, és az ember csak próbált figyelni, és alapvetően soha nem értett meg semmit, amit mondtatok, de pont jó volt így, egy az a kis zűrzavar, aztán szép lassan el tudtunk csendesedni. Amikor most ránézek Dorinára, azon gondolkodtam, hogy hogyan is lettél te ennek a közösségnek, ennek a kis konfirmandus csapatnak a tagja. És arra emlékszem vissza, hogy én már előbb ismertelek téged, mint hogy te ismertél volna engem, mert dédmamád nagyon sokszor mesélt rólad, és tudom azt, hogy sokat imádkozott is azért, hogy te most itt legyél, és ebben a konfirmációban, ebben a megerősítésben részt vegyél. És úgy örülünk neked, úgy örültünk annak, ahogyan csatlakoztál a gyülekezeti hittanos csapathoz, és aztán vállaltad azt, hogy ebben a konfirmációi oktatásban is részt veszel. Jó, hogy itt vagy, és várunk mindig téged ebbe a közösségbe. Aztán ránézek Lilire, egy komoly leányzóra, akit végig kísérhettünk már a hittanórákon is. Együtt voltunk, egyedül volt a hittanórán, és sokat tanulhattunk az Istenről, kész hölgyé formálodsz, és a bölcsességben is növekedsz. Ne feledd azonban azt, hogy az Istentől kapjuk a bölcsességet, a tudást,
mindent tőle kapunk, és ezért legyél neki hálás nagyon. Aztán Réka. Meg kell mondjam, Réka, hogy féltem, hogy te nem leszel itt. Bizonytalan voltam. És olyan jó, hogy mégis vetted az erőt, hiszem, hogy a Szentlélek által, az Isten által, és vállaltad azt, hogy eljössz ide közénk, megkeresztelkedsz, kicsit már felnőttként, és a konfirmációi ünnepen itt leszel velünk. Nagyon hálásak vagyunk, érted, az Istennek, mert azt az örömöt, azt a lendületet, amit te képviselsz, azt olyan jó megélni táborokban, Paton, Bánkon, és még sorolhatnánk tovább. Olyan jó, hogy csatlakoztál közénk, és olyan jó, hogy talán jól is érzed magad itt velünk. Aztán Zsófi, aki csendes, de ugyanakkor mosolygós, komoly lány, aki a feladatait mindig hibátlanul elvégzi, nagyon remélem azt, hogy lelki otthonodra is találsz itt a gyülekezetben. Egy olyan helyre, ahova tudsz jönni, ahol leteheted a nehézségeidet, és ahol az Istennel találkozhatsz. Aztán tovább lépek, és jön a két komoly úriember, Bálint és András. Bálint, aki azt gondolom, hogy szerdánként inkább ment volna focizni, mint a konfirmációs órára, de mégis eljött, és amikor itt volt közöttünk, akkor teljesített és figyelt, és ha jól emlékszem, a konfirmációs hétvégén majdnem meg is nyertétek a mi kis versenyünket, pedig mindenki azt mondta a két fiúra, hogy semmi esélye nincs, ők lesznek az utolsók a konfirmációs hétvége versenyén, és összeszedték magukat, és soha nem felejtem el azt, amikor a lányok a kertben már játszottak délután elfáradva, közben Bálint és András keményen tanulta, hogy mi is az a gyónás, mert szerettek volna még egy-két plusz pontot szerezni. Én azt gondolom, hogy az a kitartás, ami Bálintban is megtalálható, az egy érték, és adja Isten, hogy a gyülekezet életében, az Isten dolgában is legyél ilyen kitartó és lelkes. Aztán András, a mi kiskorpádi, egyetlen kiskorpádi konfirmandusunk, aki vette az erőt, vette a bátorságot, hogy ősi evangélikus család sarjaként, utolsóként a családban, de ő is a konfirmáció szentségében, illetve a konfirmáció ajándékában és az úrvacsora szentségében részesüljön. Jó, hogy nem maradtál ki te se ebből. Sokat küzdöttünk, hadd meséljem el a gyülekezettel, azt a csodálatos pillanatot, amit én annyira szeretek, amikor Erzsi néni, a kiskorpádi gyülekezetnek az oszlopos tagja, a házába befogad minket, hogy ott tartsuk az istentisztelet, ott imádkozzunk együtt. És Andris mindig jött és átment a konyhába Bogival, hogy ott tanulják a konfirmandus anyagot, és csak azt hallottuk néha-néha, hogy Andris valamiért felkacag, vagy egy hatalmas igennel, vagy nemmel jelzi azt, hogy még figyel a Bogira. Érdekes és olyan meghitt ez az egész, ahogyan mi Kiskorpádon együtt lehetünk, és hálás vagyok azért az Istennek, hogy megismerhettünk téged, és te is a konfirmációban részt vehetsz. És végül a két lány, Flóra és Narcisz. Amikor a Flórára nézek, akkor eszembe jut az a kicsi kis leányzó, aki itt szaladgált a templomban, leült mindig komolyan, de mosolygósan, az Isten igéjére figyelt édesanyjával és testvérével. Amikor akkor még kicsiként el sem tudtam képzelni azt, hogy milyen lesz, amikor Flóra majd komoly lesz és egy nagy leányzó hölgy. És tegnap, amikor a konfirmációi vizsgán vallást tettél a hitedről, az Istenről itt való ismeretről, akkor olyan szép volt azt látni, hogyan kiálltál, kihúztad magadat, egy hölgy vagy egy kész nő. És arra kérlek téged, és arra bátorítalak, hogy azt, amit kapsz otthon, az Isten tudását, az Isten szeretetét, azt tarts fontosnak, és legyen az életed része. És végül Narcisz, tegnap keresztelkedtél meg a konfirmációi vizsgán, Isten gyermeke lettél, akkor elmondtam, hogy a legjobban a mosolyodat és a vidámságodat szeretem, és ez igaz, maradj is ilyen vidám és mosolygós mindig, és érezd azt, hogy itt ebben a gyülekezetben te otthonra találtál, várunk mindig téged ebbe a közösségbe. Jézus Krisztusban hinni olyan, mint rátalálni az igazire, akivel minden pillanatban jól érezhetem magam. A Szentlélekkel járni olyan,
mint ahogyan a kisgyermek fogja anyja kezét, és tudja, biztonságban van. Az atyában hinni olyan, mint arra a teremtőre ránézni, aki már akkor is ismert minket, amikor még nem is voltunk. Drága gyermekeim, konfirmandus gyermekek, ti itt, ebben a templomban, ebben a közösségben, remélem lelki otthonra találtatok. És adja az Isten, hogy eljöjjön majd az idő, amikor gyakran jöttök templomba, amikor esetleg majd kéritek, hogy az esküvőtök is itt legyen, kéritek, hogy a gyermekeitek keresztelése is megtörténjen. Adja Isten, hogy gyökeret verjetek itt nálunk, és megéljétek azt, amiről az ige szól, boldogok, akiknek szíve tiszta, mert ők Istent meglátják. Amen. Szent élet Isten, kedves testvérek, most a konfirmandusok vallástétele fog következni, és ezt a vallástételt szép szokás szerint mindig a 300-as énekkel kezdjük, amit a konfirmandusokkal együtt felváltva fogunk énekelni. Kérem a testvéreket, hogy amikor a konfirmandusok énekelnek, akkor hallgassuk őket figyelemmel, amikor pedig a gyülekezet, akkor fennhangon énekeljük ezt az éneket.
Kedves konfirmandusok! Isten az Úr Jézus Krisztusért a Szent Keresztségben gyermekeivé fogadott titeket, amikor még nem tudtátok megvallani hiteteket. Most azonban a konfirmációi vizsgátokon számot adtatok arról, hogy ismeritek keresztény hitünk alapvető igazságait és evangélikus egyházunk tanítását. Eljött azért most az ideje annak, hogy Isten színe előtt, a keresztény gyülekezet jelenlétében vallást tegyetek hitetekről, a keresztségben nyert kegyelemről, a Jézus Krisztus vére árán szerzett bűnbocsánatról és az örök élet reménységéről. Először tehát mondjátok el az egész kereszténység hitvallását, amelyet kereszteléskor szüleitek, keresztszüleitek vallottak a ti nevetekben. A gyülekezet ezt állva hallgassa. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Konfirmandus testvéreim, kérdem tőletek, akartok-e ebben a hitben megmaradni és evangélikus keresztény hitetekről kitartó hűséggel és szolgáló szeretettel bizonyságot tenni, akartok-e? Akarok. Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást és a cselekvést az ő tetszése szerint. Mondjátok el tehát a konfirmációi vallástételt. Én. Szentei Flóra, Hofris Nácis. Hálát adok Istennek, az én teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és megváltom, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Vallom az evangélikus keresztény egyház tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűnnel ne harcoljak, szeretetben növekedjek, és a hitben megálljak, mint halálig. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban, álljunk most föl újra, és hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga világosítsa és erősítse meg a hitben ezeket a konfirmandus testvéreinket, és minket mindnyájunkat. Keressük ki az énekes könyvünkből a 229-es számú éneket, és orgona szó nélkül énekeljük el ezt az éneket, ennek első versét. 229-es számú ének, Jövel Szentlélek Úristen! Jövel Szentlélek Úristen!
konfirmandus testvéreim, járuljatok az Úr oltárához, és vegyétek az Úr áldását egyenként. Bakos Dorinak, boldogok, akiknek szíve tiszta, mert ők Istent meglátják. Rót Liliának, tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Radánó Icseléka, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak, és én rendeltek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És megmaradjon a ti gyümölcsötök, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, ő megadja nektek. Kulcsófia, a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Végvári Bálint, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá. Cigenhely András, harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép vallástétellel sok tanú előtt. Szendrei Flóra, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Hofrics Nárcisz, áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Az Atya, Fiú, Szentlélek erősítse meg titeket, hogy megálljatok a hitben. Mindvégig. Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek maradjon veletek, hogy megálljatok a hitben mindvégig. Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten maradjon veletek a hitben mindvégig, hogy megálljatok. Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten maradjon veletek, hogy megálljatok a hitben mindvégig. Amen. Kedves konfirmandusok, egyházunk rendje szerint ezek után most már ti is részesülhettek az Úr Szent vacsorájában. Intelek is titeket, hogy az Úr Szent asztalához örömmel járuljatok. Isten igéjét buzgón hallgassátok és tanuljátok. A gyülekezet életében pedig testvéri szeretettel vegyetek részt, és meg ne feledkezzetek az Úr szaváról. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Amen. Most pedig felkérem gyülekezetünk felügyelőjét, dr. Sütő Zoltánt, hogy mondja el köszöntő szavait. Erős vár a mi Istenünk, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket itt a Kaposvári Evangélikus Templomban. Abban az evangélikus gyülekezetben, amelyik 2016-ban alapításának 100 éves évfordulójára készül, tehát azok a fiatal konfirmandusok, akik itt vannak, egy különleges évben lépnek teljes jogú tagjaiként be az evangélikus gyülekezet kötelékébe. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, hisz ahogy ez a lelkészi beszédből is elhangzott hagyomány, hogy a fogadalmat tett konfirmandusokat először a gyülekezet nevében a felügyelő üdvözli. A tegnapi vizsga alkalmával a felügyelő, aki most arcot kapott, mert a gyülekezet tisztségviselői között csak úgy is emlegették, hogy hát a Zsuzsa néni férje. Persze többeteket arcról is nagyon jól ismerek, és nem véletlen az, hogy ezt a konfirmációi vizsgát is végighallgattam, és természetesen figyelemmel kísértem eddigi utatokat, pályátokat. Két nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az az, hogy egy gyülekezet életében különleges ünnepnapok vannak. Ünnepnapok azok, amikor az egyházi ünnepeket ünnepeljük, és természetes, hogy a húsvét, a karácsony és a többi ünnep
megszenteli azokat a különleges napokat. Ha a gyülekezet oldaláról nézem, akkor mégis azok különleges napok, amikor egy gyülekezet építkezik, gyarapszik. És akkor, amikor fiatalokat köszöntünk itt, abban a reményben, hogy amit itt tanulnak, tanultak, azt majd a gyülekezet tagjaiként fogják hasznosítani, de bárhova sodorja őket az élet, ebben a csomagban néhány gondolatot és tanítást azt elvisznek magukkal. Tehát nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, és gratulálok ahhoz, hogy ehhez a mai naphoz és a mostani eseményhez eljutottatok. Nekem lenne egy kérésem, forduljatok meg, és a tekintetetekkel keressétek meg a családot. Mert az első gondolat, amit mondani szeretnék, az az, hogy ahová most eljutottatok, ez a lelkész, a lelkészek, a hitoktatók, és természetesen a család együtt munkálkodásával lehetséges csak. 2000 évvel ezelőtt, amikor nem volt tablet, nem volt okostelefon, nem volt műzli, nem volt naponkénti fürdés, és nem folytatom, olyan gondolatokat fogalmaztak meg bölcsek, ami előtt, és aminek az elhangzásakor az embernek mégis földbe gyökerezik a lába. És én egy Szofoklészi gondolatot szeretnék a ti szívetekre kötni, akkor, amikor megkeresitek a szülőknek a tekintetét. És Szofoklész azt mondta, hogy nincs édesebb, mint a szülők tekintete. És akkor, amikor ennek a közös munkának a gyümölcséhez érünk, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a szívetekre kössük. A másik dolog, amit mondani szeretnék, eddig 2012 óta van alkalmam, hogy megszólalhassak itt a konfirmáció alkalmával. Mindig valamilyen kis irodalmi csomagot, valami gondolatot hoztam ide, tavaly egy Puskin mesét, most egy másik történetet. Muszáj a körítést is elmesélnem hozzá, mert igazándiból ez akkor válik érthetővé. A doktori fokozatoknak 5 szintje van. A legmagasabb az az, amikor egy egyetem honoris causa doktori címmel jutalmazza valakinek a tudományos teljesítményét, ugye ezt hívjuk díszdoktornak. A neves nemzetközi akadémikus, aki ezt megkapta, a köszönő beszédében azon túl, hogy hát kifejezte háláját az egyetem iránt, ő egy idézetet mondott, és szándékosan választottam ezt az idézetet, mert hogy akinek az idézetéről szó van, őt Kanizsai Dezsőnek hívják, logopédus, gyógypedagógus, majdnem 100 évig élt, és gyerekekkel foglalkozott, különösen sokat hallássérült gyerekekkel. És ez az akadémikus a tőle származó gondolatot mondta el ott arszpoétikaként, vagy arszpoétikájaként, hogy az ő életét ez vezérelte. És néhány hónappal később én találkoztam vele, és mondom neki, hogy akadémikus uram, amit ott a díszoklevél átadásakor mondtál, és nem is engedte, hogy végig mondjam a szöveget, azt mondja, írjad. És én leírtam. És én ezt most elhoztam. És ez az idézet, ez az, azt mondja, hogy mi, akik olyan rövid időt töltünk itt, megszakítva az örökké valóság fonalát, kötelesek vagyunk az emberiség számára úgy dolgozni, hogy egy nehezen megnyugtatható lelkiismeret mellett is mindig nyugodtak maradhassunk. És én nem csak a munkát szeretném kiemelni ebből az idézetből, hanem a lelkiismeretet is, és a lelkiséget is. Mert hogy ha nincs semmi a kezetek ügyében, én akkor is azt mondom, hogy a lelki ismeretetekre hallgassatok, és e szerint járjatok el, és éljétek az életeteket. De ez azért azt is tudni kell, hogy a lelki ismeret az egy olyan dolog, amit pallérozni kell, és az érzékenységét szinten kell tartani. Hogyan lehet ezt megtenni? Hát ezt úgy lehet megtenni, hogyha a lelkiismeret mellé oda tesszük a zsinór mértéket. És ez a zsinór mérték, ez nem más, mint a Biblia. És nem véletlen, hogy fiataloknak Kanizsai Dezső idézetét választottam, és nem véletlen az, hogy a konfirmáció alkalmával a gyülekezet ajándékaként
mindig a konfirmáció esküt követően a fiatal konfirmandusoknak egy-egy névre szóló Bibliát adunk át. Kérem, hogy ezeket a gondolatokat szívlejétek meg, kössétek a szívetekre, és akkor, amikor ezt a könyvet a kezetekbe veszitek, és vegyétek a kezetekbe, akkor gondoljatok arra, hogy mi az, ami ezt a zsinór mértéket táplálja. És most nagy tisztelettel azt kérem, hogy egyrészt fogadjátok el ezeket a bibliákat, de azt kérem a gyülekezet lelkészétől és a másodfelügyelőtől, hogy az emléklapot és a bibliákat adja át a fiatal konfirmandusoknak. Kedves testvérek, az úvacsorára készülve a 308-as számú ének első versét énekeljük el. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájára készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdezem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért.
Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke maradjon veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó örömmel hirdetjük szent neved dicsőségét. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan e pohár az új szövetség az én véremben,
amely tiétetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, míg el nem jön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a hatalom, a tisztesség és a dicsőség örökkön örökké. A szeretetben, az örök élet reménységére. Értek el békességgel, Isten veletek van. Amen. Békesség veletek.
mi azt mondtam a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, Isten veletek van. Szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, Isten veletek van.
Isten veled van. Végül fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát feléd és adjon neked békességet. Amen.